visszalépett a képviselőjelöltségtől a belvárosba Juhász Péter. Az együttelnöke szerint ez az egyetlen útja a kormányváltásnak. A stúdióban a párt miniszterelnök jelöltje, Szigetvári Viktor. Aki egyúttal a párt választmányi elnöke is, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hát a Momentum elnökségi tagja és országgyűlési képviselő jelöltje, Tukán András Ferenc bejelentette a visszalépését az együtt országgyűlési képviselője Szabó Szabolcs javára. Ez ugye a csepeli körzet, amivel kapcsolatban Gyurcsány Ferenc azt mondta itt egy, mondjuk egy órával ezelőtt, hogy az egyetlen igazi kérdés ellenzéki oldalon ennek a problémának a megoldása, hogy az együtt jelöltje vagy az MSZP jelöltje induljon Csepelen. Ez azt mutatja, hogy azért ez a kérdés ez foglalkoztatja az MSZP-DK együttműködést is. Én azt tudom, hogy sokkal több nyitott kérdés van, mert itt ülök kevesebb, mint 14 nappal a választás előtt, és az LMP-nek még jelöltje van Mellár Tamással szemben, az LMP-nek még jelöltje van Kéz Zoltán barátommal szemben, a DK minden olyan választókeretben, ahol mondjuk az együttnek is és a DK-nak is van esélyes jelöltje, a saját jelöltjéhez ragaszkodik, és valóban vannak olyan választókeretek, ahol az MSZP párbeszéd szövetségnek és mondjuk az együttnek van olyan, mondanám, konfliktusa, amit nem oldottunk fel eddig. Ebben azért tiszta lelkismeretem, mert mi nyitottak voltunk minden tárgyalásra, partnerekhez nem nagyon vannak egyelőre, úgy látszik ismét. Másrészt Juhász Péter pedig éppen azért áldozta fel önmagát, mert bár neki is pont ugyanannyi esélye, vagy szinte pont ugyanannyi esélye lett volna, mint bármely másik három demokrata ellenzéki konkurensének, vagy potenciális szövetségesének a belvárosban. Ebben az ügyben ők nem hallgattak a Péter szavára, és ugye ma úgy állunk itt hétfő este, hogy mind Vénaszáj Márta, mind meg Csárdi Antal azt mondta az 5. kerület vagy a belvárosban, hogy nekik nem kell közvéleménykutatás, mert ők személyesen a legjobb. Nem akarom belekergetni abba, hogy más pártok jelöltjeit minősítgesse, mert nem, valószínűleg nem túl elegáns helyzet. De most érti ezt? Mert azért kérdezem, mert ugye Juhász Péter annak reményében mondott le, hogy ez előre visz valamit. Utána jött a Momentum jelöltje, egyúttal elnöke, aki azt mondta, hogy na jó, ez most egy remek alkalom, most leülünk, és ezt az egészet megoldjuk, nekem van is egy elképzelése. És valóban már az a hír jött ki, hogy az LMP és az MSZP párbeszéd jelöltjei azt mondják, hogy hát ők a legesélyesebbek, eszük ágában nincs visszalépni. Sőt, egymással szemben sem akarnak tárgyalni semmiről. Nem értem. Ez miről szól? Arról, hogy elvétik 2018-nak a tétjét. Hódmezővásárhelynek világos üzenete volt, hogy egyeseken sajnos a Jobbikkal, de a nagyvárosokban és Budapesten, ahol nem történelmileg hagyományosan a jobb oldal a legesleges legerősebb erő, ott egyébként a Jobbik nélkül is együtt lehet működni, és ezek a pártok, ezek a jelöltek, akik egyébként bizonyos kérdésekben nem is függenének a pártjuktól, hiszen egy egyéni jelölt az egyéni jelöltként önmaga tud lemondani, és csak önmaga tud lemondani. Egy pártelnök egy egyéni jelöltet bármilyen papírt írt alá nem tudja visszahúzni, hát a jelölt dönt, és ebben van nagy ereje egy jelöltnek. Azt látom, hogy a közös cél, amely összeköti az LMP-t, az Együttet, a DK-t, a Párbeszédet, az MSZP-t, az az, hogy, és a Momentumot is elnézést, hogy leváltsuk a Fidesz 2018-ban, mert lehet egy jobb kormányzással, akár egy átmeneti kormányzással, és később egy új választással, de új irányt adni ennek az országnak, és ezt üvöltik a választók. Én nem tudok olyan helyre menni, akár fórumra, akár utcai rendezvényre, ma is voltam utcán szórólapozni, hogy ne ezt követelnék, hogy az Isten szerelmére már Szigetvár úr állapodjanak már meg, és nyilván én nem védekezve, de elmondom, hogy ha ebbe valaki lépett, az Juhász Péter is az együtt van. Múlt hétre volt egy meghívásuk az MSZP-hez, ami egy áttörést jelentett, mert idáig ugye tárgyalás sem volt, bár mindenki elmondta mindig, hogy mennyire nagyon szeretne tárgyalni, de mégsem sikerült sehogy se előre jutni. Most sikerült, hogy személyesen is találkoztak? Volt egy tárgyalás múlt egy csütörtökön este 10 órakor, amelyen az együtt képviseletében Hajdú Nóra alelnökünk, illetve Juhász Péter vett részt a MSZP párbeszéd részéről Karácsony Gergely. Azért 10 órakor, ha ezen esetleg az ATV nézői meglepődnének, mert kampányolunk, talán Gergő oroszlányból érkezett, Juhász Péter pedig egy pécsi. Hát amióta a benzinkútról kapunk éjszakai felvételeket. Mi is egyébként ajánlottuk. Van a szél találkozóra, az ott semmi nem. Mi is egyébként ajánlottuk esetleg Gergőnek, hogy egy benzinkútnál tudnának találkozni az M0-ás mellett, de végül nem ilyen helyen jött létre a találkozó. Aztán ugyanaz volt az ígéret, hogy ezen a héten hétfőn délben folytatódik, ezt a hétfő délben rendezendő találkozót ma délelőtt Karácsony Gergely sajnos lemondta, de bennem még mindig erős a bizalom, hogy ők valóban meg akarnak de állapodni. Történt valami csütörtökön, azon kívül, hogy ittak egy kávét? Tisztázódott az, hogy mely egyéni választókeretekben fontos a megállapodás a Magyar Szocialista Párt párbeszéd, illetve az együtt vonatkozásában. Itt alapvetően mi azokra a választókerületekre figyeltünk, ugye
A Közös Ország Mozgalom kutatás sorozata bebizonyította, hogy bár minket mindig ilyen 1-2%-os pártnak gondolnak, de az együtt jelöltjei kivétel nélkül 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13%-okat hoztak, Berkecz Balástól, Baranyi Krisztinán át, mondjuk Juhász Péterig vagy Szabó Szabolcsig. Magyarul van ott szavazat, és ebben mi hiszünk. Egyébként másik oldalról ezért fontos, hogy esetleg bizonyos helyeken visszalépjünk mondjuk egy MSZP-s jelölt javára. Jó, de ezt most meg tudták beszélni, hogy melyek azok a helyek. Ezen túl nem jutottak? Nem jutottunk, mert megállapodásra ott akkor nem sikerült jutni, és ezért bizakodtunk, hogy Karácsony Gergely ma megtartja azt a szavát, hogy délben találkozunk, délben nem jött létre a találkozó. Én bízom benne, hogy ez tovább folytatódik. Nem akarom elviccelni, de egy másik televíziós társaság, másik televíziós stúdiójában egymás után ment be Juhász Péter, illetve Karácsony Gergely. Remélem, hogy ha már a tárgyalás nem sikerült Gergő hibája miatt létrehozni, akkor legalább meg tudják ott a tévéstúdió előterében beszélni, hogy akkor hányadán állunk. Én egyet tudok. Egy jelöltnek kell lennie a legalább 50 egyéni választókerületben a választás napján. Én sajnálom, hogy ehhez a tárgyalási folyamat... Elhiszi még, hogy ez így lesz? Én az utolsó pillanatban adom fel, mert az én lelkiismeretem az Együtt egyik vezető politikussáé tiszta. Azt tudom mondani, hogy az Együtt listán meg fogja kampányolni a magáit, és látszik, hogy a jelöltjeink mögött van szavazat. Listán megkérjük ezt a szavazatot, és lehet egy liberális demokrata alternatívára szavazni, de mi az egyéni jelölti ágon ugyanilyen együttműködők leszünk. Ha ebben nem lesz partner, akkor nyilván nem fogunk visszalépni, és ebben azt látom a legfontosabbnak, hogy azok a pártok, amelyek nem mennek vissza egészen 55 jelöltig maximum, vagy esetleg az alá is, azok sajnos nem a kormányváltás ügyét szolgálják, és ebben az LMP, hogy még most is életben tart jelölteket Burány Sándorral szemben, életben tart Szabó Szabolcsal szemben is, hogy ne csak más pártokat mondjak, vagy akár Baranyi Krisztinával szemben is, és sehol nincsen kompromisszumosság, én ezt elfogadhatatlanak tartom. Az LMP jól jöhet ebből ki? Most kifejezetten választási szakértőként kérdezem. Tehát egyébként, ha a napi a párt érdekeket, vagy éppen a kormányváltás érdekét félrerakjuk egy pillanatra, az LMP-nek ez érdeke, hogy ott maradjon ott is, ahol nincs esélye? Hát én szerintem, hogyha az LMP valóban fel akar nőni azokhoz az eszmékhez, amelyekről szépen beszél Szél Bernadett, akkor természetesen nyerhető baloldali, liberális vagy zöld választókerületben nem marad fent. Cserébe köt egy politikai üzletet, hogy emit Szél Bernadett, amut mondjuk Burány Sándor, vagy Szabó Szabolcs, vagy Baranyi Krisztina. Erre az LMP egyelőre nem hajlandó. Juhász Péter kezdeményezett tárgyalást Szél Bernadettel, erre Szél Bernadett még sem is reagált, semmilyen módon nem volt ebben partner. Töredék szavazatot nyilvánvalóan nyerhet. Csak ugye egy ilyen választáson, amelynek ilyen kélezett a tétje, aki töredék szavazatot számít, az valójában veszteségre játszik, és ebben minden tiszteletem mellett a DK-t is szóba kell hoznom, mert a Demokratikus Koalíció szintén azt üzeni az Együttnek, hogy bár számos választókerületben, Pécset Berkecz Balázsnál, Baranyi Krisztinánál, Vajda Zoltánnál olyan helyzetek vannak, vagy akár Kaposváron, Kerepesi Tibor kollégámmal, ahova Budapestről küldött rá a DK egy egyéni jelöltet, minden helyzetben azt mondja, hogy az Együtt az egy teljesen lényegtelen projekt, és nincs rá szükség, ezért mindenütt az az ajánlat, hogy az Együtt lépjen vissza. Ez nyilvánvalóan a saját pártunk felszámolását jelenti. Ugye én azt tudom mondani, hogy én egy olyan választókerületben indulok az ország egyik legjobb oldalibjába, Sárbogát, Kisapostak, Baracsi, illetve Nőtincs, vagy bocsánat, hirtelen akartam mondani a települést, és abban a választókerületben az Együttnek van ereje összeszedni annyi szavazatot, mi támogatjuk Székesfehérváron és Dunaújvárosban a DK jelöltjét, és én csak egyet kértem Gyurcsány Ferenc, akivel elég régi a kapcsolatom, hogy abban a választókedben, ahol igazán nehéz feladatra vállalkoztam, abban a választókedben próbáljon már a DK visszalépni a javamra, ezt is elutasították mindenféle indok nélkül. Tudja, az a helyzet, hogy a választók együttműködést várnak, az Együttre nem lesz elvesztegetett a szavazat, és nagyon-nagyon bízom abban, hogy a választók megértik, hogy Juhász Pétert úgy lehet az országgyűlésbe bejuttatni, hogyha az Együtt listájára szavaznak, mert bebizonyította akár csak az elmúlt 72 óra is, hogy vannak, akik csak beszélnek az együttműködésről, beszélnek a kompromisszumkészségről, és nem kompromisszumkészek valójában. Akárhogy is izgalmas esténk lesz április 8-án. Sok-sok kérdésre kapunk választ egyszerre egy időben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.